Köszöntöm a kedves televízió nézőket. Beszélgető társam ma itt ebben a műsorban Östör Anna Mária, 12. számú választókerületnek az önkormányzati képviselője, ami Öreghegy egy részét jelenti. Köszöntöm itt a stúdióban nálunk. Jó estét kívánok, köszönöm a meghívást. A nézőket jó, szerintem biztosan érdekli, és hogy ők is kicsit közelebb kerüljenek, hogy mit is jelent ez a 12. számú körzet, mekkora területet, mettől meddig jelenti az ön területét? Ez az Öreghegynek a fele. Sokan nem tudják, hogy mi a választóvonal, de ez, ahogy a város felől jövünk, a szőlőműves szobornál, a Pozsonyi útnak a balra eső része. Ami attól balra esik, a Béla út, Túrozsáki út, fönn a Nagyszombati út, Csala és Istvánmajor. Nem kis terület. Sokan lakják? Mennyien lakják ezt a területet körülbelül? Hát körülbelül 6000-en. Ó, sokan lakják. Mióta önkormányzati képviselő ezen a területen? 2006-ban kerültem a testületbe, akkor egyéni képviselőként, egyéni ellenzéki képviselőként ültem ott, és nagyon örülök annak, hogy kétszer is újra választottak. Tehát volt alkalmam megtapasztalni, hogy milyen a kormánypárti és milyen az ellenzéki lét egy közgyűlésben. Azért is hívtuk meg ebbe a stúdióba, hogy ugye az elmúlt évről, 2018-ról beszélgessünk. És azt gondolom, hogy így Öreghegyről nem csak a fejlesztések jutnak az ember eszébe, hanem a nagyon jó közösség teremtő és közösségi programok is, amik azt gondolom, hogy az önkormányzati képviselőségének is köszönhető. Az első ilyen program, amit szeretnék megkérdezni, ez az Öreghegyi Bormustra, ami ugye márciusban volt a területen. Mit lehet tudni, mióta rendezik ezt meg, és mi is tulajdonképpen ez a Bormustra? Az Öreghegy ugye inkább régen volt ismert a boráról. Régen voltak nagy szőlőskertek, jelentős bortermelés. Azonban ennek végül is maradékai még látszanak az Öreghegyen is. És az én ötletem volt, hogy gyűjtsük össze azokat, akik még az Öreghegyen ezzel foglalkoznak. Igaz, hogy én nem iszom egy kortyot se, de ennek ellenére most már 5. éve folyik ez a Bormustra, és mindig az Öreghegyi Mulatságon hirdetik ki a legjobb öreghegyi bor címet elnyerő boros gazdát, úgyhogy én erre nagyon büszke vagyok, hogy ez így a hagyomány fennmarad. Ez azt jelenti, hogy szakértő, tehát borszakértőkhoz viszik oda a termelt borokat, és akkor abból megállapítják, hogy melyik a legjobb? Igen, ez egy komoly szakma, ez is a Bormustra, és a szakértők nagyon komolyan veszik ezt, úgyhogy én gondolom, hogy a legjobb bort. De ami még ehhez a mustrához hozzátartozik, az, hogy tanácsokat is adnak. Tudják, hogy milyen folyamatnál lehet még beleavatkozni, hogy az a bor még finomabb, még nemesebb legyen, és ezeket a tanácsokat is megadják mindig a termelőknek. Ez akkor valószínűleg nagyon megmozgatja a lakosságot, tehát gondolom én, hogy oda mehet a lakosság is, és akkor kóstolhat, és kérdezhet. Kóstolhat, kérdezhet, és hozzák a borokat. Úgyhogy egy jó mulatság. Na, hogyha már itt a mulatságot mondja, akkor a másik, ami így az Öreghegyről az ember eszébe jut, az ugye az öreghegyi mulatságok, ami augusztusban van. Ez is egy már elég régi és hagyományokkal rendelkező rendezvénye a városrésznek. Ez több mint 20 éve, ezt Tóth István, a legendás Öreghegyi Közösségi Ház igazgató találta ki annak idején, és nagyon jó végleges helye lett ott a borítéren. Ez minden évben kivonza a városlakókat, hiszen mindig próbálunk egy neves előadót hívni, gyerekprogramokat kitalálni, a nyugdíjasoknak slágerekkel, magyar nótával kedveskedni. Úgyhogy mindenki nagyon várja már, hogy ki lesz az előadó, és amire mostanában egyre több fiatal érkezik, az az utcabál. Nagyon jó mulatság, nagyon jó hangulat van, és éjfélkor mindig vége, hiszen akkor indul a borivár tetejéről a tűzijáték, ami egy utolérhetetlen élmény, hiszen az embernek szinte a feje fölött lövik fel a petárdákat, egy fantasztikus látvány. És én szerintem nem csak az öreghegyieket vonza oda, hanem tényleg, ahogy mondja, a városból mindenki kimegy aznap, és akkor ott van ezen a mulatságon. Ha már mondta így azt, hogy várják, hogy kik a fellépők, mikor kezdődik el egyébként ennek a programnak az előtervezése?
Hát a költségvetés függvényében azért a jövő évi tervezéssel mindig meg kell várni a költségvetés elfogadását, és utána kezdhetjük. De az idei év, már a jövő év, egy olyan szempontból speciális év lesz, hogy kicsit összekapcsolódik majd a királyi napokkal. Tehát most az egyik fő esemény lesz az öreghegyi mulatságok, úgyhogy én nagyon remélem, hogy színvonalas táncokat is tudunk kihozni, és aztán utána folytatódik a buli, ahogy szokott. Szeptemberben pedig ugye egészségnapot is szerveztek, nem tudom, hogy mindig szeptemberben van, de most idén szeptemberben volt. Az egészségnap az mennyire mozgatja meg a lakosságot, mennyien szeretnek elmenni? Nagyon. Nagyon sokan jönnek, hiszen ez a város egészségfejlesztési programjának egy része. Tehát ez nem csak Öreghegyen van, hanem a város minden területére igyekszünk elvinni, de hát az nagy szégyen lenne, ha pont az Öreghegyen nem lenne. Ez nagyon jó hangulatú, még azt is mondhatnám, tehát ez is egy közösségi élmény, hiszen végzünk szűrővizsgálatokat, rizikókérdőíveket töltetünk ki, de emellett mindig van lehetőség sportolásra, és mindig melegítjük az öreghegyi kemencét, és egészséges ételekkel kínáljuk az odalátogatókat. Mennyire mozgatja meg a fiatalokat ez a program? Mert én azt gondolom, hogy talán a fiatalok annyira nem mennek el, de cáfoljon meg. Jönnek. És különösen az a korosztály, aki már kiesik az iskola után, az iskola egészségügyi hálózatból, és akkor ő egy jó pár évtizedre úgy hajlamos eltűnni. Pedig azért nem árt, ha időszakonként mégiscsak egy-két szűrővizsgálatot elvégeztet, és erre lehetősége van például az öreghegyi egészségnapon. Ugye mondta, hogy egészséges ételeket is kóstolhatnak. Milyen fajta egészséges ételek azok, amik szóba kerülnek, és jön-e valami, vagy valaki tanácsadó, aki esetleg az egészséges táplálkozással kapcsolatban tanácsokat ad azoknak, akik megjelennek az egészségügyi szűrőnapon? Amit a kemencében nagyon-nagyon finoman lehet sütni, zöldségek, hal, tehát lehet, hogy nem is gondol erre mindenki, ezeket is bemutatjuk, és minden egészségnapunkra jön dietetikus, akitől lehet bátran kérdezni. Akkor biztosan jó egy ilyen napra ellátogatni. Ami még nekem így önnel kapcsolatos élményem, hogy azért a nyugdíjasokra nagyon nagy figyelmet fordít szerintem. Tehát ott van működő nyugdíjas klub, aki ugye a közösségi házban is tevékenykedhet. Milyen a kapcsolata a nyugdíjas klubbal, a nyugdíjasokkal a területén? Két klub is működik, az Öreghegyi Nyugdíjas Klub és a Nosztalgia Egyesület. Mind a kettő klub igen élénken vesz részt Öreghegy életében, nagyon jó a kapcsolatunk, segítjük egymást. Ez azt jelenti, hogy én segítem őket a programjaik megvalósításában, ők pedig közösségi munkát vállalnak, jönnek, takarítják azokat a közösségi tereket például, ahova a városgondnokság fenntartói egyszerűen fizikai képtelenség, hogy kiérjenek. Tehát a Nyitra ABC környéke, a Boritér, a Mária szobor környéke, ezeket hozzuk együtt rendbe. Én az Öreghegyi Közösségi Házba telepítettem eszközöket, hogy ezzel se legyen probléma, tehát zsákok, kesztyűk, szerszámok állnak rendelkezésre, ezeket visszük, és akkor így lehet takarítani. De ami meglepett egyébként, és borzasztóan örültem neki, hogy több közösség is jelentkezett azóta. Tehát például a Bányató Barátai. Ők a Bányató környékének állnak neki minden évben kétszer, és az öreghegyi plébánia minisztránsai is nagyon aktív munkát végeztek. Hát azért az nem semmi, mennyi segítség van itt ezen a területen. Ami még eszembe jutott, hogy Erzsébet naphoz kötődően egy adománygyűjtő akciót szerveznek minden évben. Hogyan alakult az idei, mennyire volt sikeres? Nagyon érdekes dolog ez az adománygyűjtés, hiszen eddig nagyon sok ruhát kaptunk, amire volt is igény. Na most úgy látszik, hogy ez valami társadalmi változást jelez, hiszen szinte tele vannak ruhákkal az adománygyűjtőhelyek. Úgyhogy ezért most megkértük a városrészt és a város lakóit, hogy inkább játékokat, tartós élelmiszert, használati tárgyakat, amik számukra feleslegessé váltak,
ilyen természetű dolgokat hozzanak, és nagyon sikeres volt, nagyon hasznos és szép tárgyak, és rengeteg élelmiszer jött össze. Kinek a javára adják ilyenkor az adományokat? Mindig más célra fordítják, tehát más szervezetnek adják, vagy van egy szervezet, aki... Nekünk együttműködésünk van a SZETÁ-val. Tehát a szegényeket támogató alapítványnak alapítványjal, úgyhogy mi nekik szoktuk adni. Hát akkor a programokat nagyjából azért már megbeszéltük, így a fejlesztések is nagyon fontosak 2018-ban, hiszen volt azért nem egy pár itt ezen a területen. Ezeket, hogyha végigvennénk, az első az ugye a Túrózsáki Szabadidőpark, ami már nagyjából készen lett ugye az előző év végén, 2017 végén, de az átadás az májusban történt meg. Milyen lett ez a szabadidőpark? Milyenek álmodták meg? 2017 végén történt meg a műszaki átadás, de akkor még rengeteg dolog maradt, amire sort kellett keríteni. Például a rekordtános futópályát már a hideg miatt nem tudtuk letenni biztonsággal, úgyhogy ezek a beruházások tavaszra maradtak. Nagy lelkesedéssel vették birtokba az ott lakók. Akárhányszor arra járok, mindig van valaki, mindig tele van hétvégenként. Úgy néz ki, hogy sikerült eltalálnunk azt, hogy minden korosztály megtalálja a megfelelő sport és játékeszközöket. Mi minden van ebben a szabadidőparkban? Mi mindennel tudja elfoglalni magát az, aki oda kilátogat, vagy családosként, vagy pedig egyedül? Kisgyerek játszótér, tehát az egészen piciktől a nagyobb és kamasz korosztályig, ami nagyon népszerű, és minden korosztály használja, a fitness eszközök, de ezen kívül kosárpálya, focipálya, asztali teniszpadok, mozgássérülteknek külön játékok, illetve sporteszközök állnak rendelkezésre, úgyhogy tényleg mindenki számára használható. Mekkora igény volt egyébként a lakosság részéről, hogy legyen egy saját szabadidőparkot a városrészben? Nagyon örülnek neki a lakók. Azt kell mondjam, hogy ez már 2006 óta húzódó projekt, hiszen akkor vesztettük el még az előző városvezetés alatt egy közösségi területet, amelyet értékesített, és akkor hangzott el az ígéret, hogy itt majd lesz egy szabadidőpark. Úgyhogy azóta harcolunk érte. Ami egy kicsit lassított a kivitelezésen, hogy pályázati forrást vettünk végül is igénybe, de ez viszont azzal járt, hogy háromszoros műszaki tartalommal tudtuk megvalósítani így. Tehát a tervezett saját beruházás 80 millió forintja helyett 240 millió forintot tudtunk így ráfordítani. Az egy szép összeg, és tényleg sok minden megvalósult belőle. És akkor a Túrózsáki út is... Hogyha már így az utakra áttérünk, vagy én úgy gondoltam, az utakra áttérnénk. A Túrózsáki út is megújult, még júliusban adták át. Ott miért volt szüksége a felújításra, és mi történt, mi valósult meg? Hát az Öreghegyre felmenő út egyikéről van szó, a Szabadidőpark mellett rossz állapotú volt, és parkolóhelyeket is alakítottunk ki a szélén. Valamint egy olyan járdát, ami most már használható. Itt a mélyben is kellett dolgozni, tehát közműveket is kellett cserélni, vagy arra nem volt szükség? Az milyen volt, az mennyire volt rossz állapotban? Ott nem volt annyira rossz állapotban, úgyhogy ez viszonylag hamar elkészülő fejlesztés. Azok a nagyon elhúzódó és nagyon-nagyon látványos fejlesztések, ahol a vízvezetéket cseréljük, és csapadékvízelvezetést kell építenünk. Általában az öreghegyi utakat ez jellemzi. Régebben útfelújítások címén nagyon sokszor csak egy új aszfaltréteget nyaltak a tetejére, és akkor egy 8-10 év múlva kezdhettük előről az egészet. Amik most zajlottak utcafelújítások, gondolok itt a Dobsinai útra, a Kispozsonyi út, a Bajmóci utca, itt valóban a közművek cseréjével, járdaépítéssel, megfelelő alapokkal és megfelelő számú réteg aszfalttal készültek az utak, tehát ezek most remélem, hogy évtizedekig megfelelő minőségben szolgálják majd az ott lakókat.
Én így egyébként is gondoltam, hogy megbeszélgetnénk így a, mondjuk a Kispozsonyi utat, ami azért ahhoz képest egy Kispozsony, de jó nagy forgalmat bonyolít le az utca. Ott mi mindenre volt szükség, mi valósult meg? Ott a legfontosabb a járda. Hiszen azért az Öreghegyen nem csak autóval, hanem gyalogosan is lehet közlekedni. Én sokat futok az Öreghegyen, és látom, hogy az összes buckát látom, az összes felújítást figyelemmel kísérem, és látom, hogy hol az, ahol a gyalogosoknak borzasztó nehéz közlekedni. Amik nagyobb forgalmú átmenő utak, oda mindenképpen járda is dukál, ilyen például a Kispozsonyi út. Ez sokkal biztonságosabb lett. És akkor aszfaltréteget is kapott még nyilván az az utca, amitől még jobban tudnak közlekedni az autók, a gyalogosok, a természetesen biciklisek, igen. A Dobsinai utca? A Dobsinai egy kisebb átkötő út, tehát ott járdát nem építettünk, viszont ott is a csapadék elvezetést azt megoldottuk. Tehát ott már gyakorlatilag inkább csak a föld volt a csapadék elvezetés, hiszen már annyira hiányos volt az aszfaltréteg, hogy az vitte el a legtöbb csapadékvizet a környékről, de most ennek a vize is egy csapadékgyűjtőbe került ki a Kispozsonyi útra, és úgy le. Kim voltam éppen az átadáson a Dobsinai utcának és a Kispozsonyinak, és azt láttam, hogy azért ott a lakókkal kellett egy kicsit kommunikálni, hogy így mondjam, hogy mindenkinek voltak elképzelései azzal kapcsolatban, hogy milyen legyen a bejárója, hogy legyen-e neki, amit megcsinálnak, vagy nem. Milyen volt a kapcsolat így abban az időben, amikor újult meg az utca? Minden ilyen felújítást úgy kezdtünk, hogy én összehívtam a lakókat. Megbeszéltük, megmutattuk a terveket, hogy körülbelül miről fog szólni a felújítás, milyen műszaki tartalommal épül meg, ez mikor és mennyire fogja őket érinteni, tehát hogy körülbelül mikor fogjuk lezárni az utat, mikor lesz zsákutca, nem lehet átmenni, és mik azok az egyéni kérések, amik esetleg figyelembe vehetőek még a felújítás során, és erre a kivitelezővel is, hiszen hármasban ültünk le a kivitelezőkkel, hogy megfelelő kapcsolat legyen köztük is, köztem is, hogy ezeket az esetleges vitáskérdéseket rendezni tudjuk, és eddig még úgy érzem, hogy ez mindenkivel sikerült. És akkor nem olyan régen kezdődött el, de már gondolom, hogy régóta tervezték a Fiskális útnak a felújítását, ami még jelen időben beszélünk róla, tehát még a jelen pillanatban is zajlik. Ott mi fog megvalósulni? Igen, a Fiskális út az egy bonyolult kérdés, hiszen többen felteszik nekem a kérdést, hogy most már megint mit túrunk fel a Fiskális úton. A Fiskális úton először a gázvezeték megújítására, korszerűsítésére került sor. Bár még egy kicsit korábbra kell visszamennem, hogy a csapadék csatorna, az Öreghegy csapadék, nem csapadék, a szennyvíz vezeték építésénél, ott komoly felújításokat kellett végezni a szennyvízrendszeren a Fiskális úton. Tehát akkor történt egy ideiglenes helyreállítás, amiről már beszéltem, hogy egy pár évre szóló aszfalt réteget ráhúztunk. Úgyhogy utána viszont a gázvezetéket kellett korszerűsítenünk, most a vízvezeték cseréje zajlik, és a csapadékgyűjtőt mindenképpen úgy kell kialakítani, hogy elbírja az Öreghegy felső részének a csapadékvíz mennyiségét. Hiszen ahogy újítjuk fel az utcákat, egyre több csapadék halmozódik fel ezekben a gyűjtőkben, nem folyik el a rossz utakon, tehát a befogadó állomásnak is megfelelőnek kell lennie. Úgyhogy ennek a munkának a befejezése teszi majd lehetővé azt, hogy a felső nagy utakat is javítani kezdjük. Most ebből a nagy felújításból a vízvezeték cseréjénél tartunk. Csapadékvíz, és utána jöhet a szép és látványos helyreállítás, hiszen a Fiskális út kétoldali járdát fog kapni. Befedjük a mostani nyílt csapadékvíz elvezető árkokat, úgyhogy egy valóban nagyon korszerű út lesz kerékpársávval. Mikorra fejezed meg be körülbelül a munkálatok, azt lehet-e tudni? Várhatóan?
2019-ben én remélem, hogy a fiskális utat meg fogjuk tudni építeni, és utána jöhetnek majd a következők. Hiszen tervbe van véve egyébként, és készülnek a Nagyszombati út tervei is, de ennek az is a korlátja, hogy nem tudunk egyszerre két egy irányba menő, átmenő utat lezárni az Öreghegyen, hiszen akkor egy kicsit oda beszorulnánk. Attól függetlenül egyébként, hogy most is zajlanak ott, én szoktam arra felejárni a fiskális úton is, hogy azért a közlekedés elég jól megoldott. Tehát, hogy egyirányosították ugye az utcát, és ott a körforgalomban is ott nem lehet kimenni. Tehát, hogy azért nagyrészt nagyon jól gondolkodnak előre, hogy hogyan lehet úgy felújítani, hogy ez a lakosságot azért jó érzéssel töltse el. Ez viszonylag kevesebb felfordulással jár, mint ahogy én gondoltam. Én őszintén megmondom, hogy nagyobb káoszra számítottam, de egy-két nap kivételével, amik hozzá kellett szoknunk, hogy melyik utcába, ahogy nem lehet behajtani, tulajdonképpen nem lett rosszabb a közlekedés, tehát lehet, hogy át kellene gondolnunk egy pár utcának az egyirányosítását, hogy ez milyen előnyökkel járhat. És akkor most Öreghegyről egy kicsit kiéveznénk, kimennénk Csalára, mert ugye Csala is az ön területe. Ott mennyien élnek Csalán, és milyen a kapcsolat a lakossággal? Körülbelül 100 család él Csalán, úgyhogy egy kicsi és elég zárt közösség, akik térben egy kicsit kijebb esnek Fehérvártól, viszont én nagyon szeretném, hogy azokat az előnyöket, szolgáltatásokat oda is ki tudjuk vinni, amit Székesfehérvár más területein a lakók élveznek. Tehát most már ott is teljes a közműellátottság, tehát ilyen problémák már nincsenek. Épült játszótér, fitness park, és ami a tervünk jövőre, hogy önkormányzati tulajdonba került, hát a Picúr büfé volt régen, és itt fogunk, hát nem közösségi házat, tehát nem ennyire nagyszabású, de egy olyan közösségi teret kialakítani, ahova ki tudunk vinni például a nyitott tornatermekből programot. Tornyai Gábor atya, az öreghegyi plébános jelezte, hogy ő nagyon szívesen kijönne, de tudunk könyvbemutatókat, beszélgetéseket tartani, a polgárőrség is össze tudna itt jönni. Úgyhogy nagyon nagy szükség lesz rá, és nagyon remélem, hogy jövő év elején ez elkészül. Ezek nagyon szép tervek egyébként azoknak, akik ott élnek Csalán, biztosan nagyon fognak ennek örülni, vagy örülnek is már azáltal, hogy ezt hallják. Ugye ott van a depóniának az egyik telephelye. A lakóknak ez így milyen? Tehát, hogy jól érzik magukat így, tehát semmi rossz nem éri őket ezáltal, gondolom én. Tulajdonképpen nem. Csala egyébként annak idején a Kégül birtokhoz tartozott, és Kégül György építette ott az első házakat. Még sok család él, akinek a házát ő építette, és még a nagyszülők kapcsolatban voltak annak idején a Kégül családdal. Nagyon szerették egyébként a Kégül családot, és Kégül György is jelezte, illetve hát ő Georgi, hogy ő is szeretne jönni egy beszélgetésre, hogyha elkészülünk a közösségi térrel. Akik pedig nem régen költöztek Csalára, ők tudták. Tehát akkor már ott volt a hulladéklerakó. A hulladéklerakó egyébként nagyon korszerű. Valóban a vezetés mindent megtesz azért, hogy a lehetséges hatásoktól, negatív hatásoktól, szaghatás, esetleg a szél által odafújt zacskók, ilyenektől megóvja a lakókat. Tehát korszerű technológiákkal, védőerdővel próbálják meg ezeket csökkenteni, és próbálnak minél jobb kapcsolatot kialakítani a lakókkal. Tehát nagyon sokat segítenek, például a játszótér építésben, a Csalai Majálison, ők megvendégelik a lakókat, tehát egyfajta jó kapcsolat kezd kialakulni. A csalai polgárőrök viszont védik úgy, ahogy Csalát, Székesfehérvár bejáratát, és a depóniát is. Hiszen ott is azért nem mindenki jó szándékkal közeledik, és a polgárőrök viszont nagyon sokat segítenek, hogy ott mindenki biztonságban legyen. A beszélgetés vége fele járunk, meg kell azért kérdeznem, hogy milyen tervek vannak. Ugye a Nagyszombati úttal kapcsolatban már mondott terveket. Ha nem is 2019-re, de vannak-e már távlati tervek?
2020. Ez azt hiszem, hogy mindenki számára 2022 egy olyan időpont lesz, az Aranybulla 1000 éves évfordulója, amikor Öreghegy is nagyon nagy helyszíne lesz a központi eseményeknek. Úgyhogy ennek a helyszínét, az Aranybulla emlékművet és környékét fogjuk felújítani, és erre a tervezés már megkezdődött. Úgyhogy jövő év elején, a költségvetés elfogadása után fogjuk polgármester úrral ismertetni a lakók számára azokat a terveket, amik már elkészültek. Úgyhogy ennek az időpontjáról majd a sajtó segítségét is kérném, hogy informáljuk a lakókat. Nagyon remélem, hogy ez nagyon pozitív változásokat fog hozni Öreghegy életében. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk volt, hogy elfogadta a meghívásunkat, és áttekinthettük a 2018-as évet, és egy kicsit a jövőbe is tekinthettünk, azt gondolom előre. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt. Én köszönöm. Önöknek pedig köszönjük, hogy megtekintették az ünnepi beszélgetéseket, benne pedig Östör Anna Máriát és a 12. számú választókerületnek a történéseit, Öreghegy egy részét, illetve csalának az életét ismerhették meg belőle. Köszönöm szépen figyelmüket, viszontlátásra!